Sziasztok, RP vagyok egy kissé rendhagyó videóval. Az igazság, hogy nem igazán terveztem ennek a videónak az elkészítését, de úgy gondolom, hogy nem árt, ha tudjátok, hogy miről is van szó. Szóval a YouTube utálja a Sötét Mesék csatornát. Nem csak a Sötét Mesék csatornát, hanem úgy általánosságban az összes hasonló témájú csatornát. Olyannyira utálja a YouTube a horror csatornákat, hogyha egy csatorna most eléri a 100 000 feliratkozót, akkor még azt a kis play button díjat se küldik el neki. 2 évvel ezelőtt, amikor felvetettem Marknak az ötletet, hogy csináljunk egy magyar creepypasta csatornát, akkor eszembe se jutott volna, hogy egyáltalán ilyen sok feliratkozónk lesz, mint most. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki hetente egyszer-kétszer az életéből 5-10 percet ránk áldoz. Tulajdonképpen a csatornának az egész célja az volt, hogy legyen egy olyan színvonalú creepypasta csatorna, mint például Mr. Nightmare, most elég nagyot mondok, de ő volt a fő inspirálója ennek a csatornának. Szóval legyen egy ilyen színvonalú creepypasta csatorna magyar nyelven, mert akkoriban még nem igazán volt, de most az utóbbi időben egyre több jó magyar nyelvű creepypasta és hasonló csatorna van. Persze tisztelt a kivételnek, akkor is voltak jó csatornák, csak nem olyan sok. Szóval az egészet csak ilyen fánból kezdtük el, hobbi szinten csináltuk az egészet. Aztán utána, amikor már egyre többen lettetek, egy kis pénzt is tudtunk keresni a csatornával, most nem kell egy ilyen nagy összeget elképzelni, csak egy ilyen kis jelképes összegről van szó. Közel nem akkora összeg, hogy ebből valamilyen szinten bárhogy is meg lehessen élni. De mégiscsak egy ilyen kis jelképes dolog, hogy Nesze meg itt van valami a videóidért. Aztán az Adpocalypse után tavaly sorban elkezdték a videóktól megvonni a reklámokat. Olyan szinten, hogy körülbelül nagyjából egy éve egy forintot sem keresünk a csatornával. Szóval körülbelül minden videó, ami úgy nagyjából egy évre visszamenőleg fent van a csatornán, az csak úgy hobbiból készült. Na most egy ilyen komolyabb videó összeállítása azért beletart egy jó pár órába. Ugye rákeresgélni a dolgokra, lefordítani a szöveget, editelés, stb. Szóval egy videó sem azért készült, hogy pénzt keressünk rajta, hanem egyszerűen csak azért, mert kedvünk volt hozzá, hogy megcsináljuk. Nyilván észrevettétek, hogy mostanában egyre ritkábban van videó. Nos, ez az egyik oka, mert valahogy egyre ritkábban van kedvem csinálni videót. A videókat egyébként egymás után copyright claimelik olyan dolgokért, ami például egy zene, amiről azelőtt úgy hittem, hogy ingyen felhasználható, aztán kiderült, hogy mégsem az. De nem is érdekel, mert hát nincs mit claimelniük. Aztán egyre több videót korhatárosítanak. Ez is csak így randomra megy. Most egy pár hete történt, hogy véglegesen megvonták tőlünk a bevételszerzés, valamint a reklámozás jogát. Olyan indokkal, ami nem igaz, mert hogy ő szerintük mi misleading tegeket használtunk, ami egyáltalán nem igaz. Majdnem, hogy minden videónál ugyanazokat a tegeket szoktuk használni. Például horror, félelmetes, creepypasta, magyarul, meg ilyen szavakat szoktunk használni. Úgyhogy nem értem, hogy mi volt a misleading ezekben. Lehet, hogy az igaz történet, nem tudom. Mert az igaz történet videókban, hogy odaírom, hogy igaz, megtörtént, de ezeket nyilván nem lehet tudni, hogy valójában megtörtént esete, mert nyilván van köztük sok fikció is, de mindegy. Szóval igazából csak ennyi volt, amit el akartam nektek mondani. A YouTube számára az ilyen creepy csatornák, azok mostanára már ilyen nem kívánatos csatornák. Ahogy Veng mondta a videójában, nincs semmink ellened, de nem akarjuk, hogy itt legyél. Szóval így a végére egy tanács annak, aki úgy gondolja, hogy szeretne kezdeni egy ilyen creepy csatornát, ne számítson arra, hogy bármilyen módon is a YouTube mellé fog állni bármikor, vagy hogy pénzt kereshet a csatornájával, legalábbis most. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, sziasztok!